Átalakul a segélyezés, márciustól egyes támogatások a járási hivatalokhoz kerülnek. Takarítás vihar után. Károkat okozott városunkban is a vihar, a letört ágakat folyamatosan takarítják a TVG ZRT munkatársai. Drágul a benzin, szerdától 7 forinttal emelkedik az üzemanyag literenkénti ára. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Város Televízió híradóját látják. Márciustól átalakul a segélyezés rendszere. A jövedelem kompenzáló támogatások a járásokhoz, míg a kiadás kompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek. A kormány célja a rászorulók támogatási rendszerének megújítása. A szakértők szerint a módosításoknak köszönhetően a rendszer átláthatóbb lesz. Teljesen átalakul márciustól a szociális támogatások rendszere. A változtatások lényege, hogy a rászorulók két helyről kaphatnak segélyt. A helyi önkormányzatoktól kiadás kompenzáló, illetve a járásoktól jövedelem kompenzáló támogatások igényelhetők. Kiadás kompenzáló támogatást azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi, vagy más családi kiadás kifizetése. A jövedelem kompenzáló támogatás célja, hogy jövedelem hiányában mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot. Az ilyen támogatások közé tartozik továbbra is a közgyógyellátás, az ápolási díj és az időskorúak járadéka. Az önkormányzatoktól két új támogatási forma kerül járási szintre az aktív korú munkanélküliek ellátásaként. Az egyik a munkaképeseknek nyújtandó foglalkozás helyettesítő támogatás, míg a másik a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, korábbi nevén rendszeres szociális segély. 1300-1500 ügyfél körül várható az ügyfélkör, akik március 1-től már járási hivataltól fogják kapni majd a járandóságukat. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője szerint több mint 1300 ügyfelüket érinti az átalakítás. Mint mondta, a korábbi rendszerben a települési önkormányzatok állapították meg és folyosították az aktív korúak ellátásának összegét. Márciustól mindez átkerül járási szintre. Az átkerülő aktív korúak ellátása alapvetően két részre fog tagozódni. Egyrészt foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat fogunk folyosítani, a másik része pedig a gyermekfelügyeleti és egészségkárosodási támogatást fogja jelenteni. Annyit érdemes tudnia az ügyfeleknek, hogy Dunaújvárosban a tervek szerint ezeket az ellátásokat ugyan a járási hivatal fogja folyosítani, azonban a lehető legkisebb mértékű változtatásra törekszünk. Céljaink azok, hogy az ügyfelek minél kevesebbet vegyenek észre az átalakulásból, átalakításból, ezáltal ugyanazon a helyen, ugyanazokat az ügyintézőket találják meg, akiket korábban. A járási rendszert 2013. januárjában vezették be. A hivatalok kialakítása a Dunaújvárosi járásban is zökkenőmentesen ment. Beváltotta a hozzájuk fűzött reményeket. Kovács Péter szerint a mostani átalakítás célja is az, hogy a közigazgatás még inkább leegyszerűsödjön. A felkészülés folyamatos. Felmérjük az aktív korúak ellátásában szereplő ügyfelek számát a települések tekintetében, megkerestük a települési önkormányzatokat, illetve készült egy intézkedési terv arra vonatkozóan, hogy a településektől a járáshivatalba átkerülő ügyiratokat hogyan, milyen átadási módszerrel, milyen ütemezéssel kell átadni, hiszen március 1-én hatályba lép a jogszabály, és március 1 és március 6 között pedig az összes folyamatban lévő ügyiratot át kell adni a járáshivatal részére, ezzel együtt pedig azokat az adatbázisokat is, amelyek garantálják azt, hogy április elején már a márciusi ellátást tudjuk folyosítani immáron a járáshivatal számlájáról. A járási hivatal igyekszik minél egyszerűbbé tenni az eljárást, így az önkormányzatoktól több alkalmazottat is átvesz. Az ügyfelek szempontjából az a fontos, hogy a foglalkoztatás helyettesítő támogatást igénybe tudják venni, be tudják nyújtani a településeken dolgozó ügysegédeknek, anélkül, hogy Dunaújvárosba utaznának. Technikai okok miatt nem lesz ügyfélfogadás a Fejér megyei földhivatalokban, így Dunaújvárosban sem, február 12-től 16-áig. 12-én és 13-án pedig a Takarnet programon keresztül sem lesz elérhető a földhivatal. Ez azt jelenti, hogy akkor a kormányablakokban sem lehet tulajdoni lapot kiadni.
Viharkárok Dunaújvárosban is. Az elmúlt napok időjárása jelentősen megviselte városunk fáit. Az erős szél sok ágat letört, amely balesetveszélyt jelentett. A lehullott gajak eltakarítását és elszállítását a DVG ZRT munkatársai folyamatosan végzik. Az elszáradt, lehullott gajakat aprítják a DVG ZRT munkatársai a Vasmű úton. A hétvégi viharos időjárás ugyanis nem tett jót a már öregedő fáknak. Az erős szél sok ágat letört, így szükségessé váltak a takarítási munkálatok a város egész területén. Tudni kell azt, hogy a városfáj 50-60 évesek már. Hál' Isten, nagyon sok fák van, hál' Istennek. De mivel a fák is öregszenek, egyre több a száraz ág a fákon. Folyamatos gondolást igényelnek, el is végezzük, de ettől függetlenül sajnos elég sok sor lehullik ebbe a viharos időjárásba. Sok ág leszokott törni, sok ág lehullik, ami veszélyes egyébként, de igyekszünk halba tartani ezeket a fákat. A DVG ZRT munkatársai a lehullott ágakat, gajakat összegyűjtik, feldarabolják, beaprítják, majd elszállítják az erdészet lerakóhelyére. A parkfenntartási ágazat vezetője elmondta, a változékony időjárás miatt egyre gyakrabban van szükség ilyen és ehhez hasonló tevékenységekre. A veszélyesebb esetekben pedig együtt dolgoznak a katasztrófavédőkkel, többek között kárelhárítás és megelőzés céljából. A munkálatokat részben az önkormányzat megrendelése alapján részben a lakossági bejelentések szerint végzik. Újabb áremelkedés. Szerdától bruttó 7 forinttal növekszik meg az üzemanyag ára. A 95-ös benzin literenkénti átlagára 341 forint, a gázolajé pedig 359 forint lesz. A szakértők szerint nagy a piaci bizonytalanság, így lehetetlen megjósolni, hogy a következő hetekben az üzemanyag milyen árszintet ér el. Ismét emelkedik az üzemanyag ára. Bruttó 7 forinttal növeli szerdán a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. Az emeléssel a benzin átlagára 341 forint, a gázolajé pedig 359 forint lesz. A szakértő szerint nagy a piaci bizonytalanság. Az elmúlt 5 hónapban ugyanis folyamatos csökkenés volt, mert világszinten sokat termeltek. Emiatt hatalmas készletek halmozódtak fel. A piaci szereplők közben nem mérsékelték a kitermelési kvótájukat, így az olajára jelentősen zuhanni kezdett. Ez az utóbbi 2 hétben azonban megváltozott. Van egyfajta változás a piacon, tehát a korábbi túlkínálat miatti csökkenésre elkezdtek reagálni a piaci szereplők, ami azt jelenti, hogy például Amerikában is egyre kevesebb fúrótorony vesz részt a kitermelésben, illetve a líbiai kitermelés is csökken, tehát látszik, hogy a kínálati oldal az kezd reagálni az alacsony olajárakra, és ez értelemszerűen feltornázza az olajárat. Az előrejelzések szerint a Brent kőolajára a következő néhány hétben 50 és 70 dollár között mozog majd, amely a hazai üzemanyagárakra is hatással lesz. Most még lehetetlen megjósolni, hogy milyen árszintet ér el. Ami a következő időszakra várható, az inkább a hektikusság lehet, ami azt jelenti, hogy hasonlóan magas mértékben, tehát akár 7 vagy akár 10 forintos ütemben is mehet fölfele, vagy akár lefele is az üzemanyagára. Az elemzők abban értelek leginkább egyet, hogy nehéz, nagyon nehéz megmondani, hogy mi várható a következő időszakban az olajárat és az üzemanyagárakat tekintve. Legutóbb múlt hét pénteken változtatott az árakon a MOL. Akkor a 95-ös benzinárát 7 forinttal, a gázolajét pedig 6 forinttal emelte, de még így is jelentősen olcsóbb, mint 2014-ben. A benzin átlagára ugyanis tavaly szeptember elején még 420 forint volt. A benzinár egyébként 2012. április elején érte el a csúcsát, akkor egy liter megközelítőleg 451 forintba került. A gázolaj literje pedig 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Újabb kihívás a fiatalok számára. A rajzverseny után ezúttal videópályázatot hirdet a Dunaújvárosi Ifjúsági Információs és Tanácsadóiroda. A jelentkezőknek egy riportfilmet kell készíteniük, 3 kifejezés, a tanár, a könyv és a hamburger felhasználásával. Az elkészült anyagokat az iit.info@gmail.com e-mail címre várják, de az iroda közösségi oldalára is fel lehet tölteni,
A beérkezett videók felkerülnek az IT honlapjára, a nyertes felvételt pedig a Dunaújváros Televízió is leadja majd. Véget értek a 6. korcsoportos röplabda diákolimpiai küzdelmek. A lányoknál sorozatban harmadszor a Csík Ferenc Gimnázium együttese nyerte meg a viadalt. A fiúknál a Hild iskola együttese 25. alkalommal győzedelmeskedett. Így ünnepelték a 6. korcsoportos röplabda diákolimpián megszerzett aranyérmüket a Hild iskola diákjai. A dunaújvárosi fiúk egészen fantasztikus teljesítményt nyújtva veretlenül nyerték meg a háromnapos tornát. Gebhardt Norbert elégedetten értékelte a megmérettetést. Mivel a Dunafernek nagyjából ez az NB1-es csapata is, úgyhogy minden bizonnyal biztos voltam benne, hogy tudjuk hozni ezt a mérkőzést is. A dunaújvárosi fiúk az egész tornán imponáló magabiztossággal játszottak, csoportmeccseiket majd az elődöntőt is megnyerték, a fináléban pedig a Kecskeméti Műszaki Szakközépiskola együttesét múlták felül. A csapat vezetőedzője Szűcs Ákos elmondta, sok ember munkája kellett a sikerhez. Ez egy kifejezett összevont munka, hát 4 edző dolgozik a gyerekekkel, az iskola is hozzáteszi a saját maga kis apróságát, szóval fantasztikus egyébként. Főleg úgy, hogy a 4 edző közül például engem küldtek ide. A rendezvény zárónapján jelen volt Tomanóci Tibor, a Dunaferese röplabda csapatának vezetőedzője, aki gratulált a dunaújvárosiaknak a tornagyőzelemhez. Látszik, hogy a befektetett munka meghozta a gyümölcsét. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben is ugyanígy fognak játszani, sőt, lelkesebben és keményebben. A viadal után Horváth István, a torna egyik szervezője elmondta, elégedett volt a rendezvény lebonyolításával és a résztvevő csapatokkal egyaránt. A csapatok egy jó részében már válogatott szintű játékosok játszanak, ugye persze, hogy most együtt tanulnak egy iskolába, onnan tudnak így csapatokkal együtt megérkezni, de a élboly csapataiba egyértelműen szinte mindenki kizárólag csak röplabdajátékos, illetve mondom rengeteg válogatott játékos. A rangos megmérettetésen 8 lány és 8 fiú csapat vett részt. Az együttesek pénteken a csoportmérkőzésekkel kezdték a küzdelmeket, amelyek szombat délutánig tartottak. A döntőket vasárnap rendezték meg. Szerdán a hajnali köd és párafoltok után napközben felhősebb, párás és napos területek egyaránt előfordulhatnak majd. A szél jelentősen mérséklődik, hajnalban -5-0, délután 2-6 fokra készülhetünk. Főbb híreink következnek, még egyszer, röviden. Átalakul a segélyezés, márciustól egyes támogatások a járási hivatalokhoz kerülnek. Takarítás vihar után. Károkat okozott városunkban is a vihar. A letört ágakat folyamatosan takarítják a DVG ZRT munkatársai. Drágul a benzin, szerdától 7 forinttal emelkedik az üzemanyag literenkénti ára. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.